folytatódik a Tolna megyei szakképzési centrum Percelmor Technikum és Kollégium fejlesztése. Jelenleg az iskola Jókai utcai épületének felújítása, modernizálása zajlik, a közel 170 millió forintos beruházást a Tolna megyei szakképzési centrum finanszírozza. Nagyon szép és modern matracos új ágyakat vásároltunk, új szekrényeket, íróasztalokat, és hát még finomítottuk is textíliák beszerzésével, tényleg egy 21. századnak megfelelő lakókörülményt alakíthattunk ki. Első lépésben a Bonyhádi önkormányzat egy energetikai pályázat keretében már elvégezte az épület tető és homlokzat szigetelését, a külső nyílászárók cseréjét, illetve a fűtésrendszer korszerűsítését. Következő lépésben pedig a szakképzési centrum az intézmény földszintjén kialakította az irodahálózatot, a kiszolgáló helyiségeket és a tanári irodákat is. Jelen pillanatban folyamatban van a második ütem. A második ütem az az épületnek a teljes villamos hálózat felújítását jelenti, és a harmadik ütemnek adtuk át a mai napon a munkaterületet, ahol a befejező munkálatokban a vizes blokk felújítás, a padozatok cseréje, illetve az épületnek a festése és a falak javítása fog megtörténni. A tervek szerint szeptemberben a diákok már a Jókai utcai épületben folytathatják a tanulmányaikat. Dömötör Csaba azt mondja, ez egy hatalmas előrelépés az iskola és a szakképzési centrum életében is, hiszen egy teljesen új, modern épületbe térhetnek majd vissza a tanulók.